Başik, Rutkavissa, Listes, Nagy Zsolt, Listes a 16-oson belül, Bai. Az első nagy helyzet. Csató Sándor, Kasik, Kulcsár, Telek mögötte. Kasik két ember között bújik ki, és ezzel a helyzetbe kerül. Kasik jól adja vissza, lábbal véd balog. Csató Sándor, nagyszerűen megcsinálták a helyzetet a csabaiak. Úgy eldugták a labdát, hogy Ferencvárosi nem is tudott hozzáérni, Kasik jól gurítja vissza, és Csató lövését lábbal tisztázza balog. Az első szöglet a mérkőzésem. Fantasztikus, mekkora helyzet volt. Szarvas, balog kiejti, és a gólszerző, kérem szépen, Kulcsár. 29. perc, vezet a Békés Csaba. Kulcsár a gólszerző, ez a 10. gólja az idei bajnokságban. Balog elképesztően nagy hiba az iménti szenzációs védés után, hát ezt már csak be kell rúgni. Csavarodik a labda talán, ez csapja be Balogot, minden esetre szinte leveszi Kulcsárnak, aki megköszöni és berúgja. Kulcsár, Szarvas és szabad a jobb szél. Mracskó kap nagyon nagy indítást, futtából, haj! Azt a mindenit, mekkora kapufa volt. Mondom, ez nagyon megy a Csabának. Albert. Érdemes megnézni, egy érintés, két érintés, kigurítják, és Mracskó minden igazítás nélkül pont a pipánál. Kasik, mozgásban az egész csabai csapat, Kulcsár, még tovább, abszolút zicser, kigurigázzák, Kulcsár még igazíthat is, és kihagyja. Meghaltak most a csabaiak a szépségben, de megint 4 vagy 5 passz a Ferencvárosi 16-oson belül úgy, hogy a fradi védők csak néztek. Kulcsár, abszolút állított labda. Listes. Listes még a 16-osnál most már. Listes. Pálink. Kopunovics. Még ő. Albert feje mellé. Ennyin múlik. Lám ezt mondtam. Itt most Albert fejében volt az egyenlítés. Kopunovics jól adja be, és Albert az ötösről mellé csúsztat. Listes. Ő is megindul most alaposan. Albert! Bai! Csató János, Szarvas. Ott a szabad ember, Kasik, zicserben viszi kapura a labdát, Kasik még, Balog, és Kasik másodszor. Hát valamit nagyon tud ez a Békés Csaba. És szó sincs lesről, hiszen Kasik mélységből fut. Aztán már éles a szög, Balog remekül vetődött. A második ferencvárosi szöglet, C. Szekeres is, Rutka is, az összes jól fejelő ferencvárosi elől. Rutka a gólvonalról. A partjelző mutatja, hogy bent volt a labda. A partjelző azt mutatja, hogy a gólvonalon túlról került ki a labda. Itt a szöglet. Itt a fejes, Mracskó tisztáz, hát a partjelző pont ott van, egy fokkal jobban fogjuk innen látni. Rutka fejel. Úgy néz ki, hogy teljes terjedelmével bent volt a labda, és jó a partjelző ítélete. Dávid. Mracskónak tolja tovább.
Új, mekkora lövés, Balog! Csató küldte kapura. Itt viszont Kasik egyelőre. Kasik még, és Balog, kipattanó labda! Kecskén súgja ki. Lisztes tehát, Christiansen. Belövi, és mellé, Nagy Zsolt. Ez volt a meccslabda, kérem. Jön befelé Christiansen labdája, és Nagy Zsolt rosszul találja el. Christiansen pedig most jól csavarta be középre. Ez volt a Ferencváros meccslabdája.